Sziasztok! Itt vagyunk Nagyon Rossziba, ismét, és most nagyon jó backstage-ünk, a Charlie-val együtt vagyunk. Ami nem úgy vagyunk együtt a Charlie-val. Na, akkor főcím inkább. Ja, hello! Híres ember, első ezen a néven. Csak nem együtt vagyunk. Mi vagyunk a gruppiai. Szóval... Nekünk nem gáz, de neked igen. Igen, nekem se, hát Charlie a Charlie. Na. Tehát a Charlie van egy szobában. Vagyunk egy kanapé. Ott lesz a Charlie, ahol most mi vagyunk. És ilyen szendvicseket kaptunk, mondd, hogy tedem. Tedem. Akkor vegyük újra. Figyelj. És ilyen szendvicseket kaptunk. Tedem. Nagyon jó kis backstage-et kaptunk, tele mindenféle finomsággal, étellel, itallal. Viszont szorítsatok, mert Viola két napja sírva hívott föl, hogy annyira beteg, meg van fázva, torka be van gyulladva, hogy nem tudja, hogy lehet, hogy mai koncert elmarad. Szerencsére itt vagyunk, mert az első a közönség, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy jobban lesz. Fogsz tudni énekelni? Hát remélem. Kiderül majd, maximum beégek. Nem baj, ma úgyis lesz Charlie koncert, mert mondod, az az előző zenekarra vagy, ezt kiállt énekez. Azt mondod, hogy következő dal Charlie inspirálta. Az a baj, hogy nem rekett vagyok, hogy legalább rekettesen énekeljem, hanem inkább attól fel, hogy nem tudom irányítani a hangomat, mert sok takonytól csúszkál a hangszálam. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami érje el, a viszkivel, két dózis egy helyen, egy a társaság miatt, ó igen, egy hogy jó napom legyen, egy a rossz időkre kell. Aztán Erdősi Viola, az X-Faktor énekesője majd a színpadra, hát is hasnáltis ő majd a hatadéva produkció jó voltával. Na hát megint elkövették azt a hibát, amit nagyon sokszor elkövetnek, hogy Erdősi Violát mondanak, nem tudom, hogy miért, vagy mi alapon, de majd mondom Violának, ha visszajön, hogy ő mostantól Erdősi, de szerintem hallott ezt már párszor biztos. Közben itt a korlátnál kislányok sikongatnak Violára, úgyhogy most fölveszem őket. Oda annyi? Jó, pacsizzál egyet. Úgyhogy Viola oda megy és pacsizik velük egyet. Soha nem adom fel a harcot, én nem mutatok hazug arcot. Ez vagyok én is tudom jól, az álmokban nincs határ. És remélem Viola megtiszteltetésnek vetted, hogy a lányok hajlandók voltak veled lepacsizni. Elrapakoltam a pénteket, rám ragasztod a bélyeget. Írhatnék regényeket, milyen mesés, mikor az ellen viszi el a pénzemet. Engem nem hat meg, én tudom azt, hogy hol tartok. Tibet csak ígérettek, ígérdek ellenségek, de a segítséget ezt kérjétek. Tudom, fáj az igazság, meg bántani nem akartalak. Becsületesnek lenni, mondom sem, mert túl nagy fanatok. Ilyen könnyen nem hiszen ami levöl meg az velem észhez innentől a kapcsolatú néli bámol meg minden az én hibám. Most is érzem az avos pólót illatát. Honnét hazudtál, tékod megcsókodál. Kiabáltak-e az előbb? És ez most Híresen lassan egy éves. Szél, az van, hogy én most a Viola, feladni, nem foglalkozom a Violával, őt kéne vennem, de itt van egy néző, aki fölismert engem is. Mi következzen a Nem adom fel című dal. Yeah! Yeah! Láttam a tavaly videót, is voltam. Igen? Te is itt voltál? Nagyon szóval. Na, ez is fölkerül, ez is föl lesz. Meg is nézem. Kettő, három. Na. Gyerekként még álmodtam, hogy szép és jó lesz. Azóta felnőttem és tudom, olyan sok a stressz. Ha nem te vagy a menő,
Legyél magadra büszke, hogy nagy az, de nem leszel csak szemétszedő. Semmit nem érek el, a sok hülye engem meg nem érdekel. Mégis az itt előre, aki csak te kell. Egyszer az okos szeret és nem a gangster. Ez a dal akkor született, amikor tőletek én hazamentem. Amikor itt voltatok rengetegen, és két órán keresztül álltatok sorba fotózkodni, és el sem hittem, hogy Úristen, én tényleg itt vagyok, és ez vagyok én. Aztán hazamentem, hogy a telefonszámlámat fizessem be, vagy kenyeret vegyek. És a nagy kontraszttól kicsit megzuhantam, és szégyen, nem szégyen, egy előadó élete se olyan sokszor, mint amit az emberek hisznek. És ez a dal kijött belőlem azért, hogy mindenkinek, aki bármikor megzuhan, vagy kicsit úgy érzi, hogy nincs mibe kapaszkodnia, akkor ebből a dalból erőt meríthessen. Könnyekkel nem kenhetem meg majd a száraz kenyerem, na mi legyen? Végig nézek az utcán, mindenki rohan, és mindenki annyira idegen. De fel kell, hogy állj! De fel kell, hogy állj! Gyere velem és fedezzük együtt fel, végtelen beketem veszünk el. Bár a saját dologból kifogytam, de van egy tartalékom. Hála, jó Isten! Amikor azt hiszem, hogy meg tudok készen, hogy meg tudok ennél lesz, hogy aki van jó, ez tűnik. Végre találkoztam a nézővel, akinek nem az a leghosszabb, hanem a Tim is, hanem a kedvenc videója, mikor egy kisrácsa vagy egy koncerten, az Alkás. Hát igen, a fiam volt, de a lényeg az, hogy neki az a kedvenc videója tőlem, köszönöm még! Többek között hátyol táncot is láthatunk majd hamarosan, és dobszólót is különleg. Gyere velem és fedezzük együtt fel, a végtelenbe ketten veszünk el, a parti hangulata átölel, ha velem vagy, semmi nem érdekel. Gyere velem és fedezzük együtt fel, a végtelenbe ketten veszünk el, a parti hangulata átölel, ha velem vagy, semmi nem érdekel. Jól, amiatt jöttél ma ide? Igen, semmelyik énekes nem érdekelt engem egyáltalán, csak a Viola, őszintén szólva nem érdekel semmelyik. A Viola százszor jobban szeretem akármelyik énekesnő, és nem jelent a párjába senki a világon. Szóval ő nekem, ő jelenti nekem a fényt, szóval nem. Na, és itt találkoztam valakivel, akivel fölismer. Bátyol tánc, dobszóló, és hogy megtudtam egyébként, hogy mit is tartan az orientális tánc. A keleti koreográfiát is láthattok majd. És itt nagyon rossz, hogy egyre többen ismernek fel, úgyhogy nagyon jó érzés, tök örülök neki. Kérdezik, hogy még többen felismernek, szevasztok, mennyien vagytok? Ó, nem nagyon lesz hang, de mit üzensz a nézőknek? Sokkal többen kövessenek majd téged, és látják a videóit. Köszönöm! Sajnálom, hogy nem tudtál eljönni. Remélem, látod ezt a videót. Megkaptam az üzenetet és puszillak. Az van, hogy mi még nem indulunk haza, ugyanis van a Violának egy nézője, aki írta, hogy sajnos nem tud eljönni a mai koncertre, 6 kilométerre lakik innen, és nem volt, aki elhozza. Úgyhogy úgy döntött Viola, hogy most elmegyünk és meglátogatjuk. Sunyiba kiderítette a címét, és azt, hogy most otthon van, úgyhogy ő elvileg nem tud a mi érkezésünkről, hát kíváncsiak leszünk. Megérkeztünk. Kíváncsi vagyok, mit fog szólni. Izgulsz, Viola? Na, megnézzük. Nincs engő, nem tudom, hogy tudunk bejutni. Hol? Jani. Van itt, ha valaki?
De remélem, nem számítottál ránk. Nem. Próbáltam is így egyre rá a dologra, ha nem tudtál eljönni, gondoltam, megleplek, hogy meg elfogadtam. Viola közben talált egy nagyon cuki kis cicát. És mit szóltál, amikor jöttél ki, mikor vetted, amikor észrevetted, onnantól tudtad, hogy itt a Viola, ugye? Hát fogalmam nem volt, anya mondta, hogy jöjjek ki. Igen? Aztán mindenre gondoltam, csak erre nem. Na, akkor örülsz, remélem. Nagyon. Te cuk. Viola is örül. Lesz, hogy beszélgessed, de mintha itt se lennék. Jaj, próbáld meg úgy, hogy természetesen hason. Tudom, hogy fáj, hogy nap mint nap megölnek téged a gondok. Fel kell, hogy állj, egy újabb alatt. Fogadjál szót. Bizonyám, erre ezt mondjad neki. Többször is. Iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót, és lájkold. Megálltunk enni, Viola, te mit kérsz? Kusztustalan, békleves, zsírban tocsogó hagymás valami. De így fogom kérni, komolyan. Ez vár fel. Viola komolyan vett, amit mondott, tényleg olyan kaját vett. Tocsogós, zsírban tocsogós, békönös, hagymás. Mifenét? Azt, hogy eszi, azt nem veszem föl, mert szerintem gusztustalan lesz. Ja, most. Na ez mi volt?